2022-ben kívülről akarták befolyásolni a parlamenti választásokat Magyarországon, baloldali politikusok a törvényeket kiátszva fogadtak el pénzeket, ezt szeretné meggátolni a kormány, ezt szolgálja a szuverenitás védelmi törvénycsomag. Latorcai Csaba államtitkár, mindig jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mennyire számítanak hatékony védelemre ezzel az új törvénye, ha elfogadja a parlament? Ha nem számítanánk hatékony védelemre, akkor nem terjesztettük volna elő, de a legfontosabb az, hogy legyen mindenki számára egyértelmű, hogy ez egy büntetendő cselekmény, ez bűncselekmény. Tehát ez nem játék az, hogyha kívülről akarják a nemzetet és a választásokat manipulálni. Ez a manipulációnak egy az eszköze, ezzel szemben a lehető legszigorúbban fel kell lépni, büntet, büntetni kell, és ez a törvényjavaslat egyrészt ugye, megfelelő büntetést hozzárendeli, bűncselekményén nyilvánítva az illegális külföldi finanszírozást és ezáltal a választások másrészt pedig létrejön a kormány javaslata alapján egy olyan szervezet, egy olyan hatóság, ami jogosult lesz ezeket a kérdéseket ellenőrizni is, tehát megvan a megfelelő garancia is arra, hogy ilyen, ilyen cselekmény időben felderítésre kerüljön, és időben meg is tudjuk akadályozni. Ja, beszélünk erről a, a hatóságról nem gondolják azt, hogy túl szigorú egy kicsit ez a törvény, az ellenzék már is arról beszél, hogy itt ilyen orosz mintájú megfélemlítésre készül a kormány. <laughs> Nagyon érdekes az ellenzéknek ez a hozzáállása. Érdekes mondani, az integritás hatóságnál nem merültek föl a gályok. Tehát, hogyha egyik irányból az Európai Uniós szabályoknak való megfelelést hatóság vizsgálhatja, és ezt üdvözölte az ellenzék, és ezt a kormány elfogadta és elismerte, hogy egy ilyen hatóság létrehozható és jogosan működhet Magyarországon, akkor másik irányból a nemzeti szuverenitásunk egy hasonló intézménnyel miért ne volna védhető? Tehát ne kettős mércével közeledjen ehhez az ellenzék, mert azt teszi úgy, mint egyébként minden máshoz. Tehát, hogyha egyik irányból Jogosan működhet egy integritáshatóság, akkor legalább olyan jogosan működhet a nemzeti szuverenitásunk megvédését célzó hivatal. Hogy fog felállni ez a bizonyos hivatal? Kinek lesz alárendelve? hogyan nevezik, kijelöli, kinevezi ki a vezetői? Ezek, ez egy megfelelő garanciákkal felruházott hivatal lesz, megfelelő transzparens működése biztosított lesz, és a kormány mellett kell, hogy ez elhelyezésre kerüljön, és megfelelő garanciák kellenek a működéséhez. A, az, hogy milyen lesz a feladatköre, az mikor dől el? az a törvényben szabályzott? A törvényben nagy vonalakban ezek a szabályok megvannak, és természetesen végrehajtási rendeletekkel kell lesz majd. A, úgy, mint minden esetben az integritás hatóságnál is, a fő szabályok benne vannak a törvényben, tehát ugyanazt a mintát kell nekünk alkalmazni. Egyedi ügyeket fog vizsgálni? Meg lesz a jogosultság arra, hogy egyedi ügyeket is áttekintsem. Mi lesz, ha hogyha lezárul egy ilyen vizsgálat? Az eredménye nyilvános lesz, mindenki látni fogja, hogy melyik pártról van szó, melyik tisztviselőiről, melyik képviselőről, aki adott esetben felhasznált ilyen pénzeket? Hát pontosan a transzparens működésnek az egyik kulcsa, hogy a vizsgálatainak az eredményét azt meg lehessen ismerni, ezekről tájékoztatást adjon, ezekről beszámolót tegyen. Az, ha úgy ítéli meg, akkor szükséges hatósági vagy egyéb más eljárási cselekményeket kezdeményezhessen az arra jogosult hatóságoknál, de, de bűnüldöző hatásköre. És ilyen jellegű hatáskörei nem lesznek. Tehát, ha megállapít egy törvénysértést, akkor átadja a megfelelő hatóságnak, és ott fogják így. lefolytatni. Tehát a megfelelő demokratikus garanciák, az természetesen ennél a hatóságnál is épp úgy meg lesz. A HV értesülése szerint a jövő hétre rendkívüli szakot hívott össze a Fidesz a parlamentben éppen a törvény elfogadása miatt. Én ebből arra következtetek, hogy minél előbb szeretnék, hogyha fölállna ez a hatóság, minél előbb hatályos lenne ez a törvény, akár ez már jövő év elejére is megszületett, hogy júniusban EP választások és önkormányzati választások. ne felejtjük azt, hogy egy sajnálatos tapasztalat miatt kellett ezt a törvény javaslatot megfogalmazni és a hatóságot létrehozni, és ez a tapasztalat az, hogy a legutóbbi országgyűlési választáson, a legutolsó választáson igenis történt ilyen külföldi befolyásolási kísérlet, és komoly pénzekkel próbálták az ellenzéket befolyásolni, és ezáltal belenyúlni a magyar választások tisztaságába. Jövő évben két nagy választás előtt áll az ország, Önkormányzati választás is lesz, és európai parlamenti választás is lesz. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a választásokra már a megfelelő garanciák és a garanciákat biztosító hivatal működő legyen. Tehát igenis az a célunk, hogy minél előbb ez a törvény elfogadást nyerjen, és a hivatal felálljon. De ez nem azt jelenti, hogy rendkívüli ülésszakot hívott volna össze a Fidesz, egyszerűen csak az történt, hogy az ülésezési rend a megfelelően változik annak érdekében, hogy év végéig nem csupán ezt a törvényjavaslatot, hanem más törvényjavaslatokat is, amelyek ezen a héten benyújtásra kerültek az országgyűlés számára, el lehessen fogadni a házszabály előírásainak megfelelően. Ha már itt tartunk, egy új minisztérium létrehozásáról is tárgyal az országgyűlés, ugye a miniszterelnökség hatásköreiből kiszakítva egy részt, létrejön a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium. Milyen kormányzati célt tükröz ez az átalakítás? Ezt a törvényjavaslatot szoros összefüggésben tárgyalja az országgyűlés, épp a mai nap zajlott le ennek a parlamenti vitája a területfejlesztési törvényjavaslattal. A kormány ugyanis benyújtott egy új területfejlesztési törvényjavaslatot az országgyűlés számára. Az a célunk, hogy fokozatot váltsunk az ország különböző területeinek a fejlesztésében, felzárkóztatásában, hogy egyszerre tudjunk felzárkózást biztosítani a térségek számára, Magyarország járásai számára, és mindezzel egyidejű a már fejlettebb régiók számára pedig még további fejlődéssel nemzet, valódi nemzetközi versenyképességet tudjunk biztosítani. És ez a paradigmaváltás szükségessé teszi, hogy a területfejlesztési politika minisztériumi szinten jelenjen meg, és ebbe a minisztériumba csatlakozzanak be azok a szakpolitikák és azok az ágazatok, amik elősegítik azt, hogy az állam, a kormány közelebb kerüljön az emberekhez, hogy az emberek valódi céljait megismerve alakítsuk a területi és területfejlesztési politikánkat, az emberekkel összhangba, az emberekkel konzultálva alapozzuk meg Magyarország elkövetkező időszakának a fejlődését, járási, megyei, vármegyei és régiós szinten egyaránt, mert az mindennek a legfőbb célja, hogy 2030-ra Érjük el, hogy Magyarország az Európai Unió öt legélhetőbb tagországának egyikévé váljon. Ez egy nagyon komoly cél, ez egy nagyon komoly vállalás, és ennek a vállalásnak rendeljük alá az elkövetkező időszak fejlesztéspolitikáját, területpolitikáját, területpolitikáját területi közigazgatását, területi irányítását, amelyben szoros szövetségeseink az önkormányzatok, így az önkormányzati politika is ebbe a minisztériumba kell, hogy kerüljön. Ehhez szükség lesz uniós pénzekre is. Nagy mértékben. Ön mit tud arról, hogy mikor érkezhetnek meg az első utalások Brüsszelből? Mi készen állunk. És nem, ne, nem most állunk készen, hanem már hónapok óta készen állunk. Csak érdekes módon azt tapasztaljuk, hogy amikor az Európai Bizottság éppen már meg akarna állapodni velünk, akkor az Európai Parlament baloldali többsége hatalmas purpárlét csapva, hisztériázva üzenget az Európai Bizottság tagjainak, hogy nem merjenek megállapodni a kormányjal, És ami a legszörnyűbb az egészben, hogy ezt a baloldali purpárlét egyenesen nem csak, hogy részt vesznek benne a magyar baloldali politikusok, hanem kifejezetten ők generálják. Hát el tudom mondani az összes eh, baloldali európai parlamenti képviselőről az elmúlt három hónapban, mi mindent tettek annak érdekében, hogy az a pénz, ami egyébként járna a magyar embereknek, a magyar vállalkozásoknak, azok ne érkezzenek meg? Tehát az e, a magyar baloldal mindent elkövet annak érdekében, például, hogy pedagógus béremelés ne következzen be ebben az országban. Nem is értem, hogy mi motiválja őket. Ma azt mondtam a parlamenti felszólalásomban, hogy az az érzésem, hogy a baloldal úgy gondolkodik, hogy minél rosszabb a magyar embereknek, a magyar vállalkozásoknak, nekik annál jobb. Szerintem ez egy rendkívül buta, káros, és merem állítani, hogy hazaáruló jellegű hozzáállás. Bár, hogyha belegondolok, hogy esetleg honnan kapnak ehhez finanszírozást, akkor talán megérthetjük ezt az álláspontjukat, mármint értelemmel, de az ország számára megérteni sose fogjuk, és mindig ödet Össz... el fogunk követni annak érdekében, hogy ezek a pénzek hazajussanak. Visszajutottunk a szuverenitás védelmi, Így van törvény. Államtitkár úr, köszönöm, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm én.